A játszótér a 8. születésnapjára egy nagy szülinapi partival készül, amelyet szeptember 24-én rendeznek meg. A szolgálat munkatársai ehhez az alkalomhoz támogatókat, segítőket kerestek meg, hogy méltóképpen tudjanak majd ünnepelni. Pénteken délután be is futott egy kis teherautónyi ajándék. A Tomi vegyes kereskedés 150-200 000 forint értékben hozott gyerekjátékokat, amelyek egyébként majd szeptember 24-én a lehető legjobb helyre kerülnek a gyerekekhez, hiszen tombola ajándékként lelnek új gazdára. Mi nagyon-nagyon hálásak és boldogok vagyunk, mert ekkora ajándékot nem igazán kaptunk. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb a városban. Dunaújvárosban szerencsére nem ez az első, hogy támogató és támogatott egymásra talál. A Tomi vegyes kereskedés pedig szintén nem először tesz ki magáért és ad önzetlenül. Hál' Istennek van olyan alkalmak, amikor büszkén ki tudjuk magunkat húzni, azt tudjuk mondani, hogy van miért csinálni, és azt látni, hogy abban a városban, ahol tevékenykedünk, egy olyan közösségi élet van, amiért érdemes tenni. Itt is, ahogy most vagyunk itt, hogy a Mátai játszótéren, immáron a 8. születésnapjukat fogják ünnepelni. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy amit annó megálmodtunk, az működik, és tényleg saját magam is látom, amikor itt vagyok a gyerkőccel, hogy nagyon sok kicsi fiatal van itt a szüleivel, és nem csak a fiatalok és a gyerekek nevetnek, hanem a szülők is ugyanúgy jól érzik magukat. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen az egy dolog, hogy a gyerekeknek megvan minden, de az, amikor a szülő is úgy jön el, hogy még szívesebben, hogy megvan, akivel társalogni, és vannak külön számukra is programok, szerintem őket is feltölti ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy jó út, reméljük, hogy még sok születésnapot megér majd itt a Máltai Játszóház. Ami pedig ugye az adományozást illeti, az külön öröm, hogy vannak olyan szervezetek, akik ebben a nehéz helyzetben, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzet van Magyarországon, illetve egész Európában, ebben a nehéz helyzetben is gondolnak arra, hogy tudnak adni és színesebbé tenni bizonyos közösségi programokat. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki, már nem először, és biztos, hogy nem utoljára a Tomi Boltnak, hiszen itt, ami mögöttem van az asztalon, nagyjából egy 150-200 000 forint értékű adomány, de ahogy hallottam, hogy mások is szép számmal jelentkeztek, én mindenkinek nagyon megköszönöm Dunaújváros városvezetése és önkormányzata nevében, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a születésnap, illetve még egyéb közösségi programok is jól teljenek. Tomi, azaz Trin Dakmai nem csak nagy mennyiségben adományozott, hanem ki is szállította az ajándékokat. A születés a 8. alkalmából szeretnék átadni a Mátai Szeretett Játszótérnek ez a kis ajándékok, hogy jóan teljen az öröm, meg a gyerekeknek számára. És mivel mi nekünk is van 2 fiunk, és a fiunk is, aki ide, ugyanis ide jönnek játszani, és nagyon szeretnek ide jönni játszani a többiekkel, még ezek a játékokkal. Trindák Máj adományozását azzal indokolta, hogy szereti ezt a várost, és azzal, hogy szeret adni. Nos, jóvoltából több asztalnyi ajándék gyűlt össze, melyek a Máltai Játszótér szeptember 24-i szülinapi partiján várják majd új kis tulajdonosaikat. 24-én kezdődik délután, tehát ilyen déltől egy órától már lehet jönni. Lesz csillámtetoválás, hajfonás, időjárás függő, van egy légvárunk, önkénteseket vontunk be ebbe, akik felügyelnek, segítik a mi munkánkat, és mellette lesz tombola, amihez ugye ezt kértük mi a Tomi Vegyesbolttól, és hát ezt kaptuk, inkább úgy mondom, mert mi csak a segítséget kértük. És a sportpályán viszont lesz egy nagyobb sport, mivel mi a sporttal is kapcsolatban állunk, egy görkorcsolya kis mozgásos fiatalok, idősek, bárki jöhet, tehát a kezdő, haladó profi. Tehát szeptember 24, Máltai Játszótér. Boldog születésnapot!